Örül, hogy most nem kormányzati vagy baloldali korrupcióról, hanem egy sokkal kellemesebb témáról beszélhet. Ezzel kezdte a sajtótájékoztatóját Schneider Tamás, az országgyűlés alelnöke. Arról számolt be, novemberben megalakult a Jobbik Szeretett Szolgálat Alapítványa. Az alapítvány céljai között szerepel a hátrányos helyzetű magyar gyerekek, családok táboroztatása. Idén 4 településen több mint 150 ember tudnak üdültetni. Példát is szeretnénk mutatni, hiszen ennek a forrása az országgyűlési képviselőknek a befizetései, pontosabban a jobbikos országgyűlési képviselők befizetései, mind vállalták, hogy a fizetésük 10%-át folyamatosan az alapítvány céljaira adományozzák. Ásotthalom, Ózd, Tiszavasvári és Mátra Szent Imre a táborok helyszíne. Most kárpátaljai gyerekek jöttek Heves megyébe. Voltunk a parlamentben, voltunk az Egri várban, most éppen az elébb, nem sokára megyünk a strandra. Meg hát jó volt. És a város hogy tetszett? Nagyon jó volt. Főleg az alagutak, meg ilyesmi. Meg a régi megmaradt emlékek. A tábor teljesen ingyenes, az utazást, a szállást, az étkezést, a kirándulásokat, a strandbelépőt és minden egyéb költséget a Jobbik országgyűlési képviselőinek adományaiból fedezi az alapítvány. Nagyon jó volt a program is, meg nagyon szeretek világot látni. 4 településről érkeztek. A Jobbik ezeket a településeket korábban már 3 millió forint értékben támogatta élelmiszerrel, tankönyvekkel, volt ahová mosógépet vittek.